Kata Mihályt láthatjuk, a két csapat utolsó NB1-es meccsét itt a fővárosban 2020 decemberében. Az ő lövése döntött el a 92. percben, akkor 1-0-ra nyert az MTK, amely most megszerzi a vezetést. Egy remek szöglet után Bognár évelte középre, és Kata fejesével nagyon korán már az MTK-nál az előny. Szentics reagálni sem tudott ilyen gyorsan. Ragyogó szöglet, kiváló fejessel.